szabadrúgás. És a gól! Tamás a szerzője. Vezet a Diósgyőr. Hát lett belőle valami. Tamás Márk húzódik előre, és ebben az esztendőben már másodszor eredményes a Grupa Arénában a Ferencváros ellen. Csak most nem 6-1-nél szépít 6-2-re, hanem 0-0-ról alakítja 1-0-ra a meccset a DVTK javára. Nagyon-nagyon sok magas, ruganyos, jól fejelő ember jön be középre a labda, és Tamás ellentmondást nem tűrően fejeli el, Dibusznak nincs esélye. Remek, védhetetlen fejes. És véget is ért az első félidő közben.